Sziasztok fiúk, sziasztok lányok, itt a Bulwark Gaming, és újra itt vagyunk, és újra Two Point Hospital lesz. Hát nem onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk, de folytatjuk a játékot, és egy tanári szobát kell építeni, ami senki se lepje meg, tehát a tanári szoba, vagy senki se lepődje meg, a tanári szoba az nem tanári szoba, hanem egy pihenő a dolgozóknak, csak így fordította le ez a kis fordító program. Na, az a helyzet, hogy hát azt kell nekünk valóban megépítenünk, mondjuk ide fogjuk megépíteni. Egy ilyen pihenő szobaféleséget ide berakunk. Berendezzük, hogy a lehető legnagyobb kényelembe legyenek az itt dolgozók. Foteleket rakunk be. Hát, hogy ezt a fotelt ide átrakjuk ide. Ide berakunk egy ilyen retro szék. Le tudjanak ülni, mert lehet, gondolom többen is lesznek későbbiekben. Retro tévé. Nem is tudom, ezt hova rakjuk le. Lehet, hogy még egy fotelt ide berakunk. Ezt meg így lerakjuk. Italgépet kell leraknunk, ugye itt megfelelően tudjanak pihenni. De így ám, így néz, akkor jobban látjuk. Valami vízizét, esővíz, hát mondjuk ez, hát gondolom ez ilyen víztároló lehet, vagy tározó, vagy valami hasonló. Az a palackos víz. Növényeket rakunk rá. Szórakoztató. Hogy van? Hát, hogy ez a pinnárt, ez mit akar? Ezt nem nagyon vágom, mi ez. De lehet, hogy nem is jól van lerakva ez. Hát, hogy ezt így kell? Hát ezt nem tudom, hogy kell. Azt se tudom, ez mi. Na mindegy. Növényünk van. Jaj, szekrényeket kéne leraknunk. Öltöző szekrényeket. Hát, hogy ezt föl kéne vennem. Hogy van, még rakunk költöző szekrényeket le. Ahogy van. Nem tudom, ez a sok költöző szekrény mire is lesz jó. Jó, és valamit még ide. Nem tudom, hogy amitől. Prestige 4-re, úgyhogy ezen ügyködtem ám, hogy valahogyan megemeljük ilyen tárgyakkal, mert ugye ezeknek a tárgyaknak a nézegetése, ez ilyen pozitív. Tehát növeli a kórháznak a vonzerejét, ezek a tisztárgyak. Na, pinnárt, lenyűgözze magát. Nem tudom, mi ez valami képtartó vagy. Ujjajajaj, nézd meg el! Elmozdítottam az egészet. Hoppácska. Na, elkészült akkor. Ez lesz a pihenő szoba. Itt tudnak majd a dolgozók megpihenni. Hát mi már ezt feltöltöttük, úgyhogy... Na, eléggé frankó néz ki, nem? WC-ket kell építenünk. Na, nézzük akkor a WC-ket. Hát igen, ez egy érdekes lesz. Na mindegy, egyelőre ide valóva lerakjuk a WC-t. Hú.
rakok ide egy ajtót. Négy fülke. Az már frankó lesz. Kézmosót rakunk le. Kézszárítót. Ide rakunk egy kukát. Tűzoltó készüléket. Jótékonysági kiskutyát rakunk ide. Ó, oh, Prestige 3, látjátok? Rakunk ilyen képet is, hogy ez ilyen frankó. Gumi, gondolom rágógumi, vagy nem tudom, vagy lehet, hogy óvszer, automata, bár mondjuk nem, nem tudom. Na mindegy, épít egy WC-t, hát ennyi, négy fülkével, hoppá, el is készült ez is. Nagyszerű hír. Elindítjuk az órát. Vagy az órát, a játékot, beszélek zöldségeket. Hú, ez a csaj meg úgy néz ki, fáradt, fáradt, fáradt. Aja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 j
asszisztens fel kell vennünk. Ezt berakjuk ide a pihenőbe. Bérelünk, asszisztens bérelünk. Hú. Ünneprontó, meg ugye természetes mentor szeret feküdni. És akkor itt vannak a tulajdonsági. Több pénzt akar, osztály bohóca, elfelejtette az összes csomót, amelyet tudták, hogy kell megkötni. Hát ezt nem tudom, hogy mit jelent, de elfelejtette a csomókat, amiket meg kell kötni. Se baj! Ide szépen lerakjuk. Lerakjuk a csajét, vagy a bébit. Na! És ott jön valami... Vizé. Kórház a több szobával és személyzettel, a kórház szín növekszik. Ahogy a kórház elfoglalódik, a várakozási sorok hosszabb lehet. Tehát itt minél több mi, minél híresebb lesz a kórház, ugye annál többet kell várnunk kórház szint. Na! Akkor most nekünk az... Staff announcement! Doctor, you've won. Please come out. Megnézzük ezt az ápolót, ez jó, ez még bírja a strapát, doktor úr, az is még bírja a strapát, de köhög vagy, én nem tudom, mi a baja neki. És ugye, mint látjátok, ilyen sorszám volt, ott volt az egyes. Neki meg már keverik is a gyógyszer. Gyógymód betegek. Diagnosztizálva. Aha. Általános diagnózis kell nekünk építeni. Építünk egy ilyen diagnózisos osztályt. Ide fogjuk ezt megépíteni. Úgy van. Nem fogjuk ám ezt itt. Scant. Berakunk egy scant. Úgy van. Egy ilyen ágyat, ide fog jönni a beteg, irattartó szekrény, ide lesz kettő is lesz, mérleget ide berakunk, lássák, hogy itt azért mérleg is van, meg mérlegképesek vagyunk, mert az is fontos dolog, legyünk mérlegképesek. Na, tűzoltókészülékünk van, raktam le, nem, tűzoltókészüléket lecsatítjuk, növényt rakunk ide. Hát azt hiszem ez így jó is lesz. Úgy van! Csak ide szükségünk lesz egy nővérre, azt hiszem. Bérelünk, ápolót bérelünk. Vagy ápolót kell bérelni? Petszar! Na basszus! Földi magyaró számára fog működni. Gyanús dolgok. Hú, enne van, gyanús dolgai vannak, meg szereti a földi mogyorót szerintem. Higiénikus látta ezt a
műsort, tehát azt nem tudom mit jelent, de akkor vegyük fel őt, mert látta ezt a műsort, lehet, hogy a Bulvord Gaming műsorát látta. Aha. Nem tudom, hogyha rakok be széket, oda leül. Na és akkor még valami drága berendezésekre lesz itt szükségünk. Na nézzük csak meg. Na, kettő darab háziorvosi iroda kell. Na nézzük akkor. Ha, megfordítjuk, ó, így, né? Berendezzük ezt is, ahogyan kell. Kettes szintű, látjátok? Egy mérleget. Legyünk mérlegképesek, és akkor ez a kettő helyét egymás mellett lesz, ami azért jó. Úgy van, gyógynövényt rakunk ide be. Ezt nem tudom mi, de ezt ide berakjuk, mert valami kosárka. Még nem tudom ide mit kéne rakni, virágunk van. Lehet, hogy rakunk be széket, vagy ide. Nem tudunk berakni széket? Nem. Mert ide nem mutat, de ugye idővel majd lehet kiváltani ilyen dolgokat. Látjátok, ilyen dolgokat majd ki lehet váltani. Gramofon. Nem nukleáris biztonsági ellenőr. Az jó. Na ide lerakjuk. Úgy van, felveszünk egy orvost. Felveszünk őt. Ünneprontó. Arianna ünneprontó. Szomszéd lány. Zavarban van, ez a zavarban, hogy kik ők. Hát ezt nem tudjuk. Mit jelent, de ide berakjuk. Na. Ez a beszéd. És akkor most már nincs semmi más dolgunk, gyerekek, csak 15 ezer dollárt kell keresni. És ezt majd nagyon remélem, hogy meg fogjuk keresni. Úgyhogy így haladunk ezzel a játékkal. Hát akit érdekel ez a játék, próbálja ki. Most akciós, de ugye majd meg tudjátok nézni a leírásban a gépi game magyarításoknál, hogy csak egy bizonyos verzióhoz jó a magyarítás. Sajnos, szóval a Steam verzióhoz sajnos nem jó a magyarítás. Na, skacok, akkor eddig tartott ez a rész. Legyetek jók és szépek, és mindenki vigyázzon magára, és vigyázzatok egymásra is. Sziasztok, hello, hello, és ne felejtsétek el a lájkot és a feliratkozást, aki még nem tette volna meg. Hello, hello.